kigyulladt és lezuhant egy hőlégballon Vál és Kajászó között. Három ember még ki tudott ugrani a ballon kosarából, egy azonban nem, vele a magasba emelkedett az akkor már lángoló szerkezet. A kiérkező tűzoltók a földről követték a ballont, ami végül egy kukoricásban zuhant le. A kosárban rekedt férfi életét vesztette a balesetben. Sűrű fekete füst szállt ki az égő hőlégballon kosarából, ami perceken keresztül magatehetetlenül sodródott az égen a Fejér megyei Vál és Kajászó között. Az internetre feltöltött felvételen jól látszik, hogy egy idő után a kupola is eldeformálódott, ami aztán elindult a föld felé. A tragédia szombat este egy sétarepülés közben történt, négyen utaztak a fedélzeten. Miután a jármű földet ért, a pilóta megpróbálta eloltani a tüzet, hárman kijutottak a kosárból, de egy embernek már nem sikerült, mert hirtelen ismét levegőbe emelkedett a hőlégballon. A lángok és a hangos robbanások után ekkora már több bejelentés is érkezett a katasztrófavédőkhöz, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A Váli önkormányzati tűzoltók a levegőben égő hőlégballont követték, és így találták meg Vál térségében a kukoricásban. Ez a hőlégballon részben elégett és lezuhant. Az eset során több robbanást is hallottak, a hőlégballon működtetéséhez használatos gázpalack felrobbant. Az égő hőlégballont látva a környékbeli szabadnapos tűzoltók is a helyszínre siettek. Ők találták meg a három túlélőt, akiket átadtak a mentősöknek. Érkező mentőegységek négy sérültet találtak, két nő és egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett a testfelülete kb. 20-25%-ára kiterjedő másod-harmadfokú égéseket, illetve a negyedik sérült, akinek a személyazonosságát ott a helyszínen nem lehetett egyértelműen tisztázni, ő sajnos már menthetetlen volt, élettel összeegyeztethetetlen sérülései voltak. A három égési sérültet a mentősök kórházba szállították, a tűz kialakulásának okát a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vizsgálja.